állásbőrze, magasan képzett munkaerőre van szükség ahhoz, hogy a munkavállalók lépést tudjanak tartani a kor kihívásaival. Belterületi útfejlesztés, két fontos útszakasza újult meg az elmúlt időszakban Nagykálónak. Óvatosan közlekedjünk, a hétvégéig roadpol akció keretében tart ellenőrzést a rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg útjain. Magas képzettségre van szükség ahhoz, hogy a munkavállalók lépést tudjanak tartani a kor kihívásaival. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez is elhangzott a Nyíregyházi Egyetemen azon az állásbőrzén, ahol munkáltatók, munkavállalók, ezen belül álláskeresők, profilváltók találkozhattak egymással, kilépve az online térből. A 21. század legnagyobb sokja, hogy néhány év múlva tömegében olyan állásokat fognak betölteni a kor munkavállalói, amelyeknek ma még a nevüket sem tudjuk. Ez azt jelenti, hogy eddig nem tapasztalt sebességgel kell reagálni az információtechnológiai, logisztikai, társadalmi, üzleti igényekre. Szabó György rektor szerint egy teljesen más erőforrás gazdálkodási logikába kell az új generációnak belenőnie. A lifelong learning ma már trivialitás a számukra. A legnagyobb érték, ami két évtized alatt történt, ennek a kapcsolatnak az elmélyítése, hogy tudatában legyen a jövő munkavállalója, hogy mit jelent egy informatikai, gépészeti, mezőgazdasági, marketing, média, kommunikációs tevékenység, hogy ez a máz, amit a naív, hittel, két mondatos internetes érdeklődés alapján vélelmeznek egy szakmáról, emögé be lehessen tekinteni. A vármegyében az elmúlt évtized komoly fejlődést hozott. Bővültek az ipari parkok, megnőtt a kínált álláshelyek száma. Mindez hozzájárulhat a munkaerő, a képzett munkaerő helyben tartásához is. Az állásbőrzén egyedüli önkormányzatként megjelenő Nyírbátor város saját elképzeléseit mindehhez hozzátéve igyekszik lehetőségeket kínálni az álláskeresők számára, akár tartós berendezkedésre, vagy a városban való letelepedésre. Nyírbátor város önkormányzata is elindított egy olyan programot, amivel mi is megpróbáljuk azokat a akár egyetemistákat, akár olyan embereket, akik munkalehetőségeket keresnek, elindítani, segítséget nyújtani ebben a gyakorlatilag elveszettnek hit kis labirintusban, mert sokszor az emberek nem is igazán tudják, hogy hol kezdjenek hozzá. Nyírbátor város önkormányzata azért jelenik meg ezeken az állásbőrzéken, mert segítséget nyújtunk azon keresztül is, hogy mondjuk egy lakhatás, az oktatás területén, a gondoskodó szociális szférán keresztül hogyan tudjuk még őket a város részéről segíteni. 2024. augusztusában 22.154 főálláskeresőt tartottak nyilván a vármegyében. Létszámuk 3200 fővel, 13,7%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A nyilvántartottak között azonban több mint 60% a szakképzetlenek aránya. Az idei állásbőrze is valamennyi álláskereső számára kínált hasznos információkat, tovább gondolásra alkalmas lehetőségeket. Én gyógypedagógusként végeztem, illetve HR tanácsadóként, úgyhogy most mindenképpen olyan munkahelyeket keresek, ahol elsősorban fontos prioritás az diverzitás, az inkluzivitás, vagy akár kiemelt cégek, amik ezekkel foglalkoznak. Úgyhogy igazából én célirányosan jöttem ilyen területekre, vagy olyan multik, akik tudom, mint például a Lego, akik számára ez fontos. Úgyhogy én így ezek alapján szűrök. A mentorház 2023-ban alakult, így első alkalommal jelentek meg a Nyíregyházi Egyetemen megrendezett állásbőrzén. Megjelenésük már is kettős célt szolgál. Egyrészt ugye most munkavállalói oldalról és munkaadói oldalról is gondolkodtunk. Ugye munkaadói oldalról itt a hátam mögött például látszik, hogy melyik is érzékenyítő részlegünk, és folyamatosan hívjuk be a környező standon lévő munkavállalóknak a képviselőit. Másik része az, hogy itt magán az egyetemen is már sok fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű fiatal van, és nagyon kevés esély van arra, hogy munkát találjanak. Alig pár százalékuk tud elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, úgyhogy azt mondom, hogy nagyon hiánypótló kis stand ez itt az állásbőrzén. Egyértelműen megéri megjelenni az állásbőrzén a kiállítók szerint, akik közül többen a vármegye határain túlról érkeztek.
Valamennyi cég célja a rendezvényen és az online térben megtalálni nyitott állásaikra a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalókat. A 20. állásbörze a Nyíregyházi Egyetem és a Kelet-Magyarország Napilap közös szervezésében valósult meg. Nagykálló két fontos útszakasza újult meg az elmúlt időszakban. A közel 200 millió forintos fejlesztés egyik részeként a Dózsa-György utca teljes, míg a Jókai utca több mint 200 méteres szakasza kapott új aszfaltburkolatot, és megoldódott a csapadékvíz elvezetése is. A projekt még nem zárult le, folytatódhatnak a fejlesztések. Ez a nagykállói Dózsa-György utca, amely egy TOP plusz pályázatnak köszönhetően újult meg 1279 méter hosszúságban, azaz a teljes szakaszán. Ez a déli városrész meghatározó útja, környezetében körülbelül 1500-an élnek, illetve az út végén található a vasútállomás is. Az út leromlott, kátyús állapotú volt, töredezett szegélyekkel. A legjelentősebb probléma azonban az volt, hogy csapadékos időben 30-50 köbméter nagyságú, egybefüggő vízfelületek alakultak ki rajta, melyek jelentősen veszélyeztették a közlekedés biztonságát, illetve ezen időszakokban a járda gyakorlatilag használhatatlan volt. A Dózsa-György út az egy olyan útszakasz, ami valójában hosszú évek óta komoly problémát jelent számunkra. Ugye maga az út elkopott, a szélessége, teherbírása már nem az volt, ami korábban, és nagyon egy hosszú útszakaszról van szó, elég jelentős átmenő forgalommal, telephelye, gazdasági övezet és Újfehértóval összekötő útszakasz kapcsolatáról beszélünk, úgyhogy eléggé terhelt útszakaszról van, úgyhogy egy minőségi fejlesztés valósult meg, nem csak megújult maga a burkolat, hanem kiegészült csapadékvízrendszerrel, ugye a megfelelő helyekre kerültek az aknák, útpatka és szegélykő került kialakításra, úgyhogy gondolom egy minőségi és nagyon hasznos fejlesztés valósult meg a városban. A Dózsa-György út mellett a Jókai utca 275 méter hosszúságban kapott új aszfalt burkolatot. A közel 10 000 fős járásközpont önkormányzata 100%-os támogatást kapott a fejlesztésre. A polgármester elmondta, ezzel együtt is jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a településen. A jövőben nem látok, és már most ugye nem is tisztem erről nagyon feszegetni ezt a témát, de ugye itt mindig a pályázati lehetőségek szabnak határt. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerencsés helyzetben van az önkormányzat, hisz ebben a ciklusban azért komoly eredményeket értünk el az ipari területeink értékesítésében, amiből azért most már adóbevétel realizálódni fog, és talán egy kicsit saját kezébe tudja venni az önkormányzat a sorsát. Én kívánok ehhez majd jó sok erőt és egészséget. A belterületi útfejlesztés Nagykállóban elnevezésű projekt az év végéig tart, azaz december 31-én zárul. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési támogatásból valósul meg. A hétvégéig országos szinten lehet rendőri ellenőrzésekre számítani. A hétfőn kezdődött Roadpol akcióban a biztonságjöv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát figyelik a rendőrök. Három büntetőponttal fog járni, jó? Amennyiben elismeri. Jó, akkor pillanat türelmet kérünk, jó? Kitöltjük a papírokat. Nem használt biztonságjövet, ezért kapott büntetést ez a sofőr. Hétfőn egy hetes akciósorozat kezdődött. Országos szinten lehet rendőri ellenőrzésekre számítani. A mai ellenőrzés, illetve az egész heti ellenőrzés keretében ellenőrzik kollégáim a biztonságjövöknek a rendeltetésszerű használatát, emellett a gyermekbiztonsági rendszernek a meglétét, annak a használatát, valamint a motorosok, segédmotorkerékpárosok esetében a bukósisak megfelelő használatát. A hatóság 18 büntetőpont elérésénél intézkedik a jogosítvány bevonásáról. Az ilyen szabályszegések 3, illetve 4 büntetőpontot jelentenek. A közigazgatási bírság pedig a következőképpen alakul. Alapvetően ugye közigazgatási bírsággal sújtó szabályszegésnek minősül a biztonságjöv használatának elmulasztása, amelyhez jogszabály meghatározott fix bírságösszegek társulnak. Ez lakott területen belül 20 000 forintnak, lakott területen kívül 30, autópályán, autópályán pedig 40 000 forintnak megfelelő közigazgatási bírság kiszabását rendelik.
Szabolcs-Szatmár-Berekben a balesetek főokozója a nem megfelelő sebesség és követési távolság, valamint az elsőbbség előzési, kanyarodási szabályok be nem tartása. A héten a vármegye útjain bárhol felbukkanhatnak a rendőrök. Az álló ellenőrzés mellett civil vagy szolgálati autóból is figyelhetik a forgalmat, de drónokat is bevontak az akcióba. Egyik központi eleme a Magyar Honvédség átalakulásának a területvédelmi erők fejlesztése. Ezt Kutnyánszky Zsolt államtitkár mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Tirpák Fesztiválhoz csatlakozva toborzó programot is tartott a Magyar Honvédség. Az országot járva az úgynevezett honvédelmi családi napokon területvédelmi tartalékosokat toboroznak. Szeretem, megvédem. Ez a mottója a 2024 nyarán indított országos toborzó kampánynak. A honvédelmi miniszter által kezdeményezett program elsődlegesen tartalékos katonai szolgálatra keres olyan állampolgárokat, akik szeretnének tenni a hazájukért. Az országos toborzó program az elmúlt hétvégén Nyíregyházára érkezett. A Kelet-kapujaként is szokták emlegetni ezt a térséget, amely három ország határához is közel fekszik, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, illetve Nyíregyháza és környéke, hosszú évszázadokra visszanyúló katonai múlttal rendelkezik, a honvédeinknek a jelenléte, a katonákkal való együttélés itt, az ország keleti részében teljesen megszokott. A városba települt kettő alakulatunk, egyrészt a Magyar Honvédség Vitéz Vattai Antal II. Területvédelmi ezrede, valamint a Magyar Honvédség II. Területvédelmi ezredének 5. területvédelmi zászlóalja. A helyiek azt mondják, hogy jó látni a katonákat, mert a jelenlétük azt üzeni, hogy biztonságban vannak. És hogy mi kell a biztonsághoz? Többek között egy erős modern hadsereg, és mi egy erős modern hadsereget építünk, amelynek meg kell felelnie a 21. század biztonsági kihívásainak. A magyar hadsereg átalakul. Az átalakítás célja egy hatékony hadsereg felépítése, ennek egyik központi eleme a területvédelmi egységek kialakítása. Az a tapasztalatunk, hogy hosszú éveken át egy kicsit távolságtartó volt a társadalom magyar katonával, a Magyar Honvédséggel szemben, és azon az úton indultunk el, hogy mi magunk próbálunk a társadalom közé a lehető legtöbb rendezvényen, legyen egy sportos rendezvény, legyenek azok gasztrofesztiválok, vagy bármilyen települések által kezdeményezett falunapok, mindenhol, ahol nagyobb létszámmal találkozhatunk a megyében élőkkel, ott vagyunk, és kimondottan, ha kell célcsoportra szűrve, ha nem, akkor átlagosan, vagy nagy általánosságban, akár a munkavállalásról, akár a továbbtanulásról, vagy adott esetben most ugye kiemelt priorként a tartalékos szolgáltvállásról tartunk tájékoztatót, és próbáljuk népszerűsíteni az érdeklődők körében. Kertész József őrnagy szerint legfontosabb eszközük a hitelesség, amelynek megfelelve korrekt tájékoztatást adnak az elvárásokról épp úgy, mint arról, amit kaphatnak a rendszertől az érdeklődők. Ezeket átgondolva várják a jelentkezőket az irányahadsereg.hu oldalon, vagy a vármegyei toborzóirodában. 3 éve működik állatsimogató és növénykert a Sóstóhegyi Általános Iskolában. Az ott megrendezett állatvédelmi roadshow-n előadásokat tartottak arról, hogy milyen módon érdemes a környezeti nevelést és az állatvédelem fontosságát megismertetni a gyermekekkel. Intézményvezetők és pedagógusok hallgatják Koska Hedvig Dórát, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai vezetőjét, aki a háttérben látható mulinók tartalmát ismerteti, és azt, hogyan lehet az egészen kicsi gyermekek számára érdekessé és hasznossá tenni egy állatvédelmi témahetet. Azt gondolom, hogy azért is indítottuk el az országos projektjeinket, például az állatbarát pályázatot, amin kiemelkedő teljesítményt nyújtott ez az iskola is, illetve az állatvédelmi témahetet, hiszen tudjuk, hogy nem csak ebben a régióban, de országos szinten a felelős állattartással, illetve az állatvédelemmel problémák vannak, és pontosan ezért szerettük volna a kisgyermekkorban elkezdeni ezt a fajta szemléletformálást, hiszen a magyar gyermek a jövő állattartója. Szerencsére a tavalyi évben több mint 250 ezer gyermeket regisztráltak a pedagógusok az állatvédelmi témahétre, és idén most már kijelenthetem, hogy több mint 230 ezer gyermeknél tartunk, úgyhogy bízom benne, hogy át fogjuk lépni a tavalyi létszámot.
Ezek a képek már a rócsónak helyett a Dúsóstóhegyi iskola állatsimogatóját mutatják, amit a gyermekek szabályokhoz kötötten, de kedvükre látogathatnak. A Nyíregyházi Állatpark dolgozói szakértelmükkel segítik az intézményt és az abban zajló pedagógiai munkát. A Nyíregyházi Állatpark zoopedagógusaként tulajdonképpen azt vallom, hogy a tanterem maga a természet, és mikor igazgatónak az ötlete támadt itt az iskola igazgatójának, hogy szeretne egy állatsimogatót a Szabó Lőrinc iskolába, hát egy emberként a Nyíregyházi Állatpark csapata segítségére sietett, hiszen nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a felelős állattartást tulajdonképpen így első kézből tapasztalhatják meg a gyerekek, hiszen gondoljunk csak arra, hogy itt egy reggel úgy kezdődik, hogy bizony meg kell etetni az állatokat, és teljesen más, mint tankönyvből meglesni a különféle információkat. Itt olyan dolgokkal gazdagodnak a gyermeket, amit tulajdonképpen könyvből nem tudnának megszerezni azt a tudást. Itt igazi kis gazdasszonyként vagy gazdaként akár konyhakertet művelnek, vagy pedig az állatokat etetik. A felelős állattartásra nevelésen túl az állatsimogatónak számtalan egyéb pozitív hatása van. Alapvetően az igazolt tény, hogy a szőrterápia stresszoldó képességekkel bír, és ha valóban tényleg a mindennapokból kicsit kivonulunk itt a friss levegőn, és állatok közelében vagyunk, vagy akár egy kis konyhakertetben segítkezünk, teljesen más szellemiség alakul ki a gyermekek lelkében, úgyhogy nagyon örülök, és ezért esett a választásom erre az iskolára, hiszen a kisfiam is most 8. osztályos. Az intézmény igazgatója elmondta, büszke arra, hogy nagyon sok gyermeket hordanak ki a belvárosból is a Sóstóhegyi intézménybe. Ezek a természetvédelemmel és ökoiskola programokkal kapcsolatos program egyre népszerűbbek a szülők körében. Nálunk nagyon sok a zöld felület, és ezt igyekszünk is fenntartani, és hogy ugye kertet művelünk, üvegházunk van, rengeteg olyan programot állítunk össze, mert természetvédelem és a környezetvédelem jelen van. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően most már egy modern családnak alapvető beállítottsága, hogy erre figyel, és ennek megfelelően él. Így mi nálunk is úgy vesszük észre, hogy kedvelik ezeket a programokat, és egyre több szülő érkezik hozzánk gyerekeikkel. Az állatvédelmi délutánon számtalan előadást hallgathattak meg a résztvevők, és ezáltal értesülhettek a téma újdonságairól, a köznevelési intézmények lehetőségeit illetően. Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójának párosítása. Az NB1-es Nyíregyháza Spartakusz, az NB2-es Ajka vendége lesz. Az NB2-es Kisvárda a Veszprém vármegyei első osztályú Balatonalmádihoz utazik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei első osztályban szereplő Tarpa pedig az NB3-as Iváncsát fogadja. A forduló hivatalos játéknapja október 30-a, szerda. Vereséggel kezdte a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Tréki Tamás együttese az NB2 D csoportjának nyitó fordulójában a Balmazújvárost fogadta, és a vendégek 27-25-re megnyerték a mérkőzést. A bátoriak szombaton Hajdúszoboszlón lépnek pályára. A nyáron jelentősen átalakult Nyírbátor kezdte jobban a mérkőzést, az első félidő kétharmadában végig a házigazda vezetett. 12-9 után azonban megváltozott a játék képe, a Balmazújváros kíméletlenül kihasználta a hazai hibákat, így a szünetre már 15-13-as vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után nem sokkal, piros lappal kiállították Tamás Leventét, így még nehezebb helyzetbe került Tréki Tamás együttese. A Balmazújváros 4 gólosra növelte előnyét, de a bátoriak nem adták fel, és 23-23-nál utolérték ellenfelüket. Az utolsó 5 perc azonban a vendégeké volt, így a Nyírbátor 2 gólos vereséggel kezdte a bajnokságot. Gondolom az elején könnyű gólokat szereztünk. Igazából ez egy tipikus első fordulós meccs volt, rengeteg technikai hibával mind a két oldalon. Ott talán a 3-4 gólos vezetésnél a saját butaságunk, én úgy gondolom, hogy amiatt mehettünk üres kapura, mi eldobtuk 25 méterről labdát, 4 helyet, 2 kiállítást kaptunk. Egy olyan szituációban egyébként, ahol tényleg növelhettük volna az erőnk, de ilyen nagyon sok volt. Ugye az újvárosiak ezt kihasználták, ugye arra készültünk, hogy a labdatechnikai dolgainkat rendbe tegyük, hogy ne tudjanak megkontrázni, ez egy gyors fiatal csapat, igazából a felállt védekezésünk hagyott azért kívánni valót magunk után, de kapuban Robi úgy gondolom nagyon jól megtámogatott bennünket, de nem tudtuk kihasználni. Ez miatt ugye futottunk az eredmény után,
utolértük, csináltunk 2-3 butaságot megint sajnos, és a végén, mire a 60 percet lefújták, ők álltak előnybe. Úgy gondolom, hogy ez bárhogy alakulhatott volna. A vendégek edzője szerint a védekezésben nyújtott teljesítményüknek köszönhető, hogy megnyerték a mérkőzést. Az elején is nagyon jól védekeztünk, de akkor még ültek a Nyírbától a játékai, és nem tudtunk ellene mit kezdeni. De folytattuk, nem adtuk fel, annak ellenére, hogy tényleg szinte az első 3-4 támadás folyamatosan gólt kaptunk. Jól mentünk, csináltuk tovább, és ahogy ők fáradtak, mi tudtuk tartani azt a jó védekezést, és azzal sikerült megfordítani a mérkőzést. A hazaiak csapatkapitánya is a sok általuk elkövetett hiba miatt volt bosszus. Saját magunknak köszönhetjük ezt a mai vereséget, mert a balmazújvárosi srácok nagyon-nagyon megbüntettek minket a hibáink, még rengeteg kihagyott zicserünk volt, és szerintem ennek köszönhető a vereség. Küzdeni akarásból szerintem megint jelesre vizsgáztunk, de sajnos ezért nem adnak pontot. Nagyon sokat hibáztunk zicsereket, technikai hibákat, és szerintem ez ami okozta sajnos a mai este a vereségünket. A forduló további eredményei a következők: Deac 2 Hajdúböszörmény 45-40, Hajdúnánás Hajdúszoboszló 28-29 és Kisvárda Szikenyíregyháza 23-28. A második fordulóban a Nyírbátor Hajdúszoboszlóra, a Kisvárda pedig Hajdúböszörménybe utazik. A Szikenyíregyháza a Hajdúnánást fogadja. Híradunk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpíreink még egyszer néhány mondatban. 20. alkalommal rendezték meg a Nyíregyházi Egyetemen azt az állásbőrzét, ahol munkáltatók, munkavállalók, ezen belül álláskeresők, profilváltók találkozhattak egymással, kilépve az online térből. A rendezvényen a cégek ajánlatai mellett az egyetem is kínált hagyományos és innovatív képzéseket azok számára, akik lépést kívánnak tartani a munkaerőpiac kihívásaival. Az év végén zárul a belterületi útfejlesztés Nagykádóban elnevezésű projekt, amelyre 200 millió forintos támogatást nyert el a város önkormányzata. A pályázat keretében két útszakaszt, a Dózsa-György utca teljes hosszát és a Jókai út egy részét már felújították. Országszertei Szabolcs-Szatmár-Berek közútjain is ellenőrzést tart ezen a héten a rendőrség. Elsősorban a passzív biztonsági eszközök alkalmazását figyelik. A Roadpol akció keretében a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Kedves nézőink, szeptember 17-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták. Holnap is jelentkezünk majd híradóval természetesen, és addig várja önöket a weboldalunk, a kölcseitv.hu. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, helyenként futó zápor előfordulhat, nagyobb eséllyel az ország délnyugati felén, sőt, egy-egy zivatar is lehet. Az északkeleti-keleti szél napközben nagy területeken megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között valószínű.